Idáig még csak az oszlopos mintát készítettem el, tehát két sort ismételtem folyamatosan, és most jöjjön ez a két sor. Az első szemet átemelem, készítek egy ráhajtást, majd a következő két szemet összekötöm, előről beszúrva, ugye ez a két szem adja magát az oszlopot. Tehát előről szúrok be, lekötöm a két szemet, adok neki egy kis fonalat, széthúzom a kettőt, de még nem engedem le a tűről. Készítek egy ráhajtást, majd ezt a két szemet lekötöm hátsó szálban is együtt. Tehát készítettem egy ráhajtást, és itt pedig ez a három szem, ez ebből a kettőből jött létre. És ezt kell ismételni. Ráhajtás, összekötöm előről, ráhajtás, és összekötöm hátsó szálban is. Amikor összekötjük, akkor ne így csináljuk, hogy itt ne hagyjunk neki fonalat, mert akkor nem lesz szép a minta, hanem mindenképpen akár húzzuk itt szét is, hogy legyen fonal ebben a ráhajtásban és ebben a szemben. Ez a ráhajtás, és akkor hátsó szálban összeköt. A második sor jön. Ugye itt úgy sorakoznak egymás mellett a szemek és a ráhajtások, hogy elől van a szem, majd egy ráhajtás. Egy szem, ráhajtás, és így sorban. És egész egyszerűen ezeket kettesével fordítottan össze kell kötni. Tehát a szélszem átemelése után két szemet összekötök. A következő szemet és a ráhajtást szintén. Egy szem és egy ráhajtás. Ha nem ez a sorrend, akkor valamit összekevertünk. Én is éppen előbb jártam így, lemaradt egy ráhajtás, és mindjárt máshogy jött ki a sorrend. Tehát itt a fordított oldalon elől egy szem, majd egy ráhajtás, és a kettőt összekötjük. Készítettem egy pár szemből álló próbakötést, és akkor jutott eszembe, hogy vajon hogy nézne ez a minta ki, hogyha eltolnám egy szemmel. Tehát lenne egy harmadik, negyedik sor, és egy szemmel eltolom a kötést. Tehát most jön akkor a harmadik sor. Ugye az első, második az már adott, az kész van, és a harmadik sor pedig úgy néz ki, hogy nem egy ráhajtással kezdek, mint az elsőnél, hanem kötök egy simát. Itt jön a ráhajtás, és ezt a két szemet összekötöm, majd jön a ráhajtás, és jön a hátsó szálban összekötés. Tehát csak annyit tettem, hogy beszúrtam ide előre ezt a simát. És a továbbiakban ugyanezt kell ismételni. Ráhajtás, összeköt, ráhajtás, és hátsó szálban összeköt. A harmadik sor vége az egy szemmel való elcsúszás miatt úgy néz ki, hogy az összekötés után egy sima szem jön, majd a szélszem, és jöhet a negyedik sor. Ugye a második sornál mondtam, hogy a sorrend az mindig az, hogy van egy szem, és utána egy ráhajtás. Egy szem, egy ráhajtás, és így tovább. Ugye itt az elején van egy különálló szem, a szélszemet azt eltüntetem innen, tehát itt van egy különálló szem, ezt nincs mivel összekötni, hiszen nincs itt ráhajtásunk utána, tehát ezt fordítottan lekötöm. És utána kettesével ismét összekötöm itt a szemeket, szálakat. Tehát egy szem, egy ráhajtás. Egy szem, egy ráhajtás. És ezt kell folytatni. A negyedik sorban a szélszemet megelőző szem, az egy egyedülálló szem, ugye itt nincs ráhajtás, ezt fordítottan
lekötöm így egyedül, majd jön a szélszem. És most kötök pár sort úgy, hogy nem az 1-2 sorokat ismétlem, hanem az 1-től 4-ig sorokat. És így néz ki pár sor után ez a minta. Tehát itt alul a 2 sor, itt pedig a 4 soros minta látható, ahol a 3.-4. sor egy szemmel el van tolva. Próbáljátok ki!